Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől vehette át, Kovács Krisztián a Fasztron Hungária Kft. Ügyvezetője a kormány támogatói okiratát. Sikerrel pályáztak az állam versenyképesség növelő támogatási programjára. Az autóalkatrészeket és egyéb elektronikai és finom mechanikai eszközöket gyártó cégnek több száz alkalmazottja van. A vészterhes idők ellenére mégis úgy döntöttek, hogy belevágnak egy új, összesen 564 millió forintos beruházásba. Mesterséges intelligenciát vonnak be a termelésbe, robotizált formában és új összeszerelőgép sorokat vásárolnak. Ehhez 282 millió forintnyi támogatást kapnak az államtól. Eddig nem tapasztalt helyzeteket kellett megoldani, eddig nem létező gyakorlatokat kellett alkalmaznunk, annak érdekében, hogy a járvány okozta gazdasági károkat enyhíthessük. Egy percre sem torpadtunk meg, és mindvégig az a cél lebegett előttünk, hogy a krízis nyerteseként kerüljünk ki. Ez nagyban hozzájárult a kormányzat által kínált támogatási lehetőségek megjelenése. A lehetőség mára realizálódott, és a mai napon átvett támogatói okirat egy jelentős biztosítéka a stabilitásunk megtartásának és versenyképességünk további növelésének. Hagyományokat őrzünk és viszünk tovább, immár 27 éve itt Tolnán. Cégünk stabilitásától függ közvetlenül több mint 500, közvetetten is több száz család. Nekünk a Fasztron vezetőségének feladata ezt fenntartani. Ehhez kaptunk most megerősítést a kormánytól, ami hozzájárul ahhoz, hogy munkavállalóinkban is erősíteni tudjuk azt a hitet, a biztonságérzetet, hogy hosszú távon fogunk megélhetést biztosítani számukra a jövőben is. Büszkék vagyunk arra, hogy hosszú évek óta Tolna megye meghatározó és Tolna város legnagyobb foglalkoztatója vagyunk. Fő céljaink egyike, hogy ezt a számot a nehezebb időkben is fenntartsuk, és hosszú távú céljaink között szerepel, hogy a megye még nagyobb munkáltatójává váljunk. A következő egy évben eszközberuházást és fejlesztéseket hajtunk végre. A tervezett 1,6 millió euró értékű beruházással technológiai újításokat valósítunk meg, amely lehetőséget fog biztosítani új piacok elnyeréséhez is. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az újrainduló gazdasági versenyhelyzetben a lehető legjobb pozícióból tudjunk indulni. Kovács Krisztián egy vonathoz hasonlította a vállalatot és működését. Azt mondta, hogy a sebességet sokféle körülmény befolyásolja. Áprilisban a világgazdasági tényezők lassították le, de most 3 hónappal később ismét gyorsulásba kezdhetnek. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a szekszárdi járásban közel 150 vállalkozás kapott versenyképesség növelő támogatást az államtól. A versenyképesség növelésével kapcsolatos támogatás a térségben mintegy 1 milliárd forint értékben érkezik a kormányzat részéről. Ez azt jelenti, hogy Szekszárd és térségében a következő hetekben, hónapokban, de mindenféleképpen még az idei évben több mint 2 milliárd forint értékben indulnak el olyan beruházások, amely amellett, hogy több száz munkahelyet megőriznek, a cégek eredményességét, versenyképességét is növelni tudják, ami nem csak magyarországi, magyar piacok szempontjából fontos, hanem külpiaci szempontból is, hiszen a Fasztronnál is több mint 90% az exportra termel, mind autóipari, illetve mind a repülés technikával, csomagvédelemmel kapcsolatos technológia előállításánál. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unión belül is, illetve Európán belül is a Covid okozta járvány, illetve gazdasági hátrányok miatt az adott kormányok milyen mértékben tudják támogatni az adott térségeket, illetve adott vállalkozásokat. Aki gyorsan ad, az kétszer ad. Magyarország kormánya gyorsan adott, és remélhetően ennek nem csak rövid távú, hanem hosszú távú előnye is lesznek mind a vállalkozások, illetve mind a munkavállalók részéről. A Fasztron esetében 282 millió forintos állami támogatás érkezett. Ez azt jelenti, hogy ennek a duplája mintegy 564 millió forint beruházást fog a Fasztron végrehajtani, tehát legalább ugyanannyi támogatást
amikor a támogatást, akkor a önerőt is hozzátesz a vállalat. Ez a versenyképesség megőrzése érdekében új modern robot technológiának a tolnai gyárba való telepítését fogja elszolgálni. A támogatói okirat átadása után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar kormány eddig már több mint 169 milliárd forinttal segítette a magyar vállalkozások fennmaradását, ebből 2,6 milliárd forint Tolna megyébe érkezett. Mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság újra sikeres lehessen? És a válasz egyértelmű, a magyar emberek munkája kell hozzá. Nem kiszolgáltatottsághoz vezető hitelek, hanem a magyar emberek munkája. De az, hogy a magyar emberek dolgozhassanak, ahhoz munkahelyek kellenek, és ellentétben egyes tévhitekkel a munkahelyek nem csak úgy lesznek, nem csak úgy ide pottyannak az égből, hanem ahhoz munkahelyeket létrehozó, azokat megvédő vállalatok kellenek. Elsősorban is olyanok, amelyek beruházásokat hajlandók, készek és elég bátrak végrehajtani. Mert hogy a munkahely az a vállalatok beruházásaiból származik. Éppen ezért az egész magyar nemzet hálával tartozik, és nagyra becsüléssel tartozik azoknak a vállalatoknak, amelyek most rendkívül nehéz, kihívásokkal teli körülmények közepette is nem leépítésről, nem megszorításról hoznak döntéseket, hanem beruházásokat hajtanak végre. Ahogy hallhattuk, ez a beruházás 564 millió forintos értéket képvisel, ez a kormány 282 millió forintos támogatást biztosít, és összesen 217 munkahelyet tudunk így ennél a vállalatnál megvédeni. 2010-ben itt ebben a megyében 10% fölött volt a munkanélküliség, most pedig 2,4%, tehát gyakorlatilag a negyedére csökkent, miközben az ipari termelés 2,5-szeresére nőtt. Ebben a beruházási programban, amelyben most a Fastron Hungária is támogatást és segítséget kap, összesen 11 Tolna megyei vállalat kötelezte el magát, összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházás mellett. Tehát a következő hónapokban Tolna megyében 5,3 milliárd forintnyi beruházás jön létre, még egyszer mondom, egy olyan időszakban, amikor alig hallunk pozitív híreket a világgazdaságból, és ehhez az 5,3 milliárd forintnyi beruházáshoz a kormány 2,6 milliárd forintnyi támogatást biztosít, amellyel 1400 munkahelyet itt Tolna megyében meg tudunk őrizni.